Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Kedves nézőink és hallgatóink, a Stúdió Veszprém Podcast 166. epizódját nézik, hallják, és egy örömteli hírről számolhatunk be, mégpedig arról, hogy túlléptünk egy bűvös határt, vagyis most már több mint 1000-en iratkoztak fel a YouTube csatornánkra, úgyhogy nagyon boldogak vagyunk, mert egyúttal ez azt is jelenti, hogy több mint 100 000 megtekintésünk volt eddig, és mindez 3 év alatt történt. Hát nem reméltük akkor, amikor elindítottuk ezt a projektet, hogy ennyi kedves nézőhöz és hallgatóhoz jutunk el. És annak érdekében, hogy még többen nézzenek, hallgassanak minket, megint egy érdekes ember találtunk, egy különleges szemét, aki nem más, mint Töttös Gábor tanár úr, aki történelem latin szakos. Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről. És Szekszárdon tanít az Adi technikumban, de a legfontosabb az, hogy hát most akasztják a hóhért, tekintettel arra, hogy őnek is van egy podcast csatornája, YouTube csatornája, és rengetegen nézik, hallgatják, lényegesen többen, mint minket eddig, de igyekszünk utolérni, és ma egészen biztosan sok olyasmit hallanak majd, látnak majd, ami maradandó lesz és különleges. Szóval, Gábor, szervusz, üdvözlünk a műsorban. Szervusz, szervusztok, sziasztok. Szia. A te csatornádon olyan epizódok szerepelnek, amelyek a történelem oktatáshoz kapcsolódnak, és azt valamilyen egészen különleges megvilágításba helyezik. Szóval a könyv az alapja, de te hozzáteszed a saját gondolataidat, az olvasottságodból, tudásodból színesíted az epizódokat, és hát meglehetősen rendhagyó ez a produkció. Nyilván az első kérdésünk az, hogy mi a csuda inspirált arra, hogy ahelyett, hogy szépen leadjad az órádat a hallgatóknak, az iskolásoknak, a tanulóknak, ehelyett elindítasz egy csatornát, remélted azt, hogy ezzel sokkal több tudást tudsz átadni? Vagy milyen motiváció volt ebben? Egy picit mindjárt korrigálnék, elnézést. Tehát azt korriganám, hogy nem helyett, hanem mellett. Tehát nyilván azért továbbra is tanítok, és úgy készítem ezeket a videókat. De a kérdésre a válasz viszonylag egyszerű, hát a kényszer. A kényszer hozta a helyzetet. Ugye amikor 2020. március, hát mondjuk 19-e környékén, 16-án azt hiszem bejelentették, de lehet, hogy 13, mindegy, nem olyan lényeges, 13-án bejelentették az országos tévében, hát reggel még, hogy nem lesz semmiféle online oktatás, estére pedig hirtelen az lett, és arról is értesülhetünk, hogy erre gyakorlatilag fel is vagyunk készülve. Ezzel úgy bedobtak minket a mély vízbe, és hát meg kellett oldani. Nekem akkor volt, hát nem is tudom, talán 4 9-es osztályom, és hát ugye körülbelül a fél évnél hagytuk abba, valamivel később voltunk, mint a fél év, és, vagy a fél év után voltunk, és azt találtam ki, hogy hát egyszerűen elkészítem azokat az órákat, amiket amúgy is elmondanék. Tehát ez egy picit talán nagyképűen fog hangzani. Én alapvetően is körülbelül így szoktam tartani az óráimat, ahogy a videókban van. Nyilván ott azért egy picivel jobban fölkészülök rá, mint a hagyományos órákra, de az alapórákat is szeretem kiegészíteni plusz információkkal, könyvcímekkel, érdekességekkel. Más kérdés, hogy ott nem annyira tudják befogadni a diákok. Ugye ami miatt ezt a megoldást választottam 2020 márciusában, az az, hogy
elég sok olyan diákom volt, akinek nem volt állandó internetes kapcsolata, tehát mondjuk falvakban, szegényebb településekkel lakik, és konkrétan otthon internetesen volt, és akkor a teleházban tudta megnézni ezeket az órákat, vagy más módon tudott hozzájutni. És azt szerettem volna, hogy bármikor hozzáférhető legyen, tehát ne tőlem függjön ez a dolog. És hát mivel jó pár évvel korábban elkészítettem ezt a YouTube csatornát, ilyen iskolai műsorokat pakoltam föl rá, eszembe jutott, hogy hát, ha ez így működőképes, és hát ugye mindenki otthon volt, és mindenki kereste a megoldásokat. Van egy online történelem tanárok csoport a Facebookon, ott is ugye segítettük egymást, a kollegialitás nagyon szépen működött, és egyébként ilyen szempontból jó is volt ez a pandémia, és azt tapasztaltam, hogy hát a saját diákém annyira ugyan nem, de más diákok viszont rátaláltak, és más tanárok is rátaláltak erre a csatornára, és egyre többen és többen mondták, hogy ne álljak, ne folytassam. Már akkor, amikor ugye visszamehettünk az személyes oktatásba, aztán a következő fél év, tehát 2020 őszén megint csak hazakényszerültünk, hogy az általános iskolák csak megint a következő, tehát 2021 tavaszától, de a középiskolák már 2020 őszétől, talán október végétől, vagy novembertől, nem is tudom, hogy pontosan, hogy otthon, szinte egész tanévben. És nagyon-nagyon sokan, hát láttam, tehát ugye azért van erre mód, hogy megnézze az ember, hogy többé-kevésbé, hogy honnan érkezik megkeresés. Tehát amikor mondjuk egy órán belül 20-an ugyanarra a videóra kattintanak, akkor azt lehet sejteni, hogy egy kollega megosztotta az online oktatásban, és akkor mindenkinek kiadta, hogy azt nézzék meg. Ami egyébként, és nyilván ugye ez egy olyan kérdés, hogy jó-e vagy nem, én nagyon örülök neki, persze, tehát örülök, hogyha segíthetek. Neki könnyebb, nekem meg hát hogy mondjam, tehát mégiscsak valahol a visszajelzés miatt dolgozik az ember, vagy a visszajelzés miatt is dolgozik az ember, úgyhogy nekem meg jó leső érzés volt. Na most képzeld el, hogy nem csak a te tanulóid hallgatják és nézik a te műsorodat, hanem például Veszprémben van egy olyan elvetemült fickó, aki mikor minden nap 4-5 kilométert kocog, akkor a fülében ott van a headset, és akkor szörföl a YouTube csatornák közül, engem a történelem nagyon érdekel, és ott bukkantam rá Tötös Gábor produkciójára, és rendkívül tetszett az, ahogyan interpretálod mindazt, ami a történelemmel kapcsolatos. Szóval ez nem egy könyvízű valami, hanem nagyon sok egyéb összefüggést is bemutatsz. Tehát biztos vagyok abban, hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen, mint ahogy a számok is mutatják, hiszen nálad is talán 3600-700 feliratkozó van, tehát hallatlanul nagy szám ez ahhoz képest, hogy hát nem gitáron játszol, vagy nem énekelsz, de tudom, hogy gitáron is játszol, mert utána néztem, majd erről később esik szó. Szóval mások is hallgatnak, néznek, büszke lehetsz erre a produkcióra tényleg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Valóban volt ilyen visszajelzés egyébként, tehát nem te vagy az első, aki egyébként hasonló környezetben használja ezt a lehetőséget, tehát ugyanez, mondjuk ő otthon, ilyen futópadon edzés, ott nézi a videót, vagy ott nézi a hasonló videókat, és egészen meglepett, amikor először tapasztaltam, aztán rájöttem, hogy igazából van benne ráció, hát nem is kicsi. Ha megengeditek itt, akkor én hoznék párhuzamokat Diósi Laci és Azaria között például. Ó, te jó ég! Az egész ország róla beszél. Volt idő, rólam nem beszél sohasem. De volt idő, amikor rólad is az ország beszélt, szóval ez a fiú azt mondja egyébként, hogy ő egyébként nem érettségizett még le 21 évesen, és azt mondja, hogy a történelemmel tulajdonképpen az iskolai kereteken kívül kötött barátságot, mert az iskolában valahogy nem sikerült úgy tálalni neki ezt a tudományágat, ahogyan kellett volna. Én azt gondolom, hogy ebben van az a különlegesség, amit te tudsz, hogy talán olyanokat is be tudsz vezetni ebbe a világba, akik
akik egyébként nem könnyű esetek, ugye Azaria sem egy könnyű eset, ezt tudjuk róla, és akkor én, ahogy most belenéztem a te munkásságodba, és akkor néhány nevet még említenék, ugye megjelenik Hobó, ez egyébként a szlogened, ugye, amikor azt mondod, hogy sorsnak pocsék, de célnak szép, amikor hülye gyerekeket tanítasz, ez egy idézet Hobó egyik dalából, de Geronimo-ról is beszélsz, mint az amerikai történelem lapjairól az egyik legcsúfabb fotó, vagy legszomorúbb fotó, amit te találsz, amikor cilinderben utazik egy Cadillac-en, ha jól emlékszem. De beszélsz Leninről is, és hát róla is úgy, hogy Leonardo DiCaprio-val hozod egy lapra. Szóval, hogy ezt te mindig így csinálod? Igyekszem úgy átadni a diákoknak, majdnem azt mondtam, hogy gyerekeknek, de hát ők már nem gyerekek, én középiskolásokat tanítok, hogyha visszaemlékeztek, 14, 16, 18 évesen meg voltunk róla győződve, hogy elképesztően tapasztalt, gyakorlatilag felnőtt emberek vagyunk. Aztán eltelt 10 év, és rájöttünk, hogy akkor nem voltunk, de most már azok vagyunk, aztán eltelik megint 10 év, és akkor ez így többször lejátszódik az ember életében. Tehát nem gyerekekről beszélnék, hanem inkább diákokról. Igyekszem a hétköznapi anyagot, tehát ugye megvan adva, hogy mit kell leadnunk. Hát ez evidens, mert az érettségén van egy fix követelmény, amit tudniuk kell. De ez nagyon száraz, és életidegen nekik. Elképesztően életidegen, tehát nagyon-nagyon nem tudják átélni ezeket a dolgokat. Ezzel küzdöttem sokat, mert azért mi korosztályunkban, az én közegemben, ahonnan jövök, és nem egy extra közeg, hanem egy átlagos gimnazista közegről beszélünk, az olvasottság az olyan természetes volt, tehát hogyha valaki mondott a másiknak egy jó könyvet, akkor azt elolvasta a másik, meg filmeket is tudtunk egymásnak, és mit tudom én az Umberto Eco-tól a Rózsa nevét kölcsönözt, vagy kértem el a pattársamtól, és miután elolvastam, közöltem, hogy ezt nem fogom neki visszaadni, mert ez nekem kell. Ő ugyanígy volt, amikor kölcsön kérte tőlem a Hegedűs a háztetőnek a két kazettás változatát, és akkor ebben megegyeztünk, hogy akkor ez így teljesen jogszerű volt, és volt, több ilyen dolgunk volt. Na most ezek a párhuzamok ma már nincsenek meg, tehát ezeket nagyon nehéz megtalálni a diákokkal. Bármilyen elcsépelt dolog, azért a színvonal csökkenés az sajnos nagyon érezhető. Ezt én úgy tudom érzékeltetni, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogyha fölírtam egy könyvcímet egy tananyaghoz, és ugye hozzátettem, hogy hát higgyétek, hogy nem csak ezt az egyet tudnám fölírni, de ez a legjobb, amit ehhez tudok ajánlani, akkor a mit tudom, 30 diákból egy 20-25 azért leírtam, és jó páranál is olvasták. Eltelt egy 5 év, akkor már csak 15-en írták le, most körülbelül 5-10 ember írja le a címet. Nem azt jelenti, hogy elolvassa, hanem a címet. Most már odáig jutottunk, hogy a film címeket sem írják le. Tehát a filmek sem érdeklik őket, mert amit én fontosnak és jónak tartok a témakörben, azt nagyon sokszor ők unalmasnak, vontatottnak érzik, nem értik a történelmi kontextust, nem értik, vagy nem érzékelik, nem értékelik a színészi játékot, az utalásokat, és hát így egyébként tényleg unalmas lehet. Ennek ellenére azért nem adom föl, és hát azért próbálok ilyen párhuzamokat hozni, akár Hobót, de valamelyik talán az ipari forradalom kapcsán hétköznapi csalódásoknak az egyik számát raktam oda be, mert hát, ha ezáltal kedvet kap valaki, és akkor hadd mondjam megint csak saját magamat, én az irodalmat nem szerettem, illetve az irodalmat szerettem, az irodalom óráimat nem annyira szerettem, és ennek következtében József Attilát sem. Valahogy úgy nem tudta érzékeltetni a tanárnő, hogy ez jó is lenne számunkra, viszont behozta talán Latinovicsal a Nagyon fáj című verset. És az egy olyan előadás volt, ami úgy az belőíghatott. Az egy előadás, ez az 5 perc, és onnantól kezdve úgy megszerettük, nem csak én, hanem sokan megszerettük József Attilát, és elkezdtük olvasni 12-ben, és akkor ugye Hobó is József Attila lemezével, koncertjeivel
kapcsolatban, tehát így jött a hobó szerelem, bár ez egy eléggé ilyen furcsa kifejezés volt manapság, ez már sokan félreértik. Tehát nem tényleges szerelemről beszélek, hanem mondjuk a művészetét tudom díjazni. Gábor, hadd provokáljalak egy kicsit. Azért esetenként feszíted a húrt, amennyire csak lehetséges, mert például az Ismert Történetek Ismeretlenül című epizódod, az azért feszegeti a határokat, azok a párhuzamok, amik ott vannak, az biztos, aki azt meghallgatja, megnézi, abba megmarad, tehát nincs kétségem afelől, hogy a gyerekeket is biztos rendkívül megfogja ez, de ennek nincsen azért kockázata. Az élet és a történelem az nem fehér, meg nem fekete, ezt tudjuk, de azért ez egy kicsit merész vállalkozás esetenként egy-egy előadásodnál. Nekem meggyőződésem, hogy sematikusan előadni a történelmet, azt nagyon sokan tudják. Leakaszt, vagy elmegyünk a könyvtárba, elmegyünk a könyvesboltba, leszedünk egy könyvet a polcról, és ott le fogják írni, hogy tehát azt a módszert, vagy azon a módon fogják ábrázolni az adott korszakot, embert, ahogy azt megszokhattuk. De nem szeretem követni ezt az úgynevezett mainstream történetírást sem. És azért próbálkozok mindig egy picit más oldalról megközelíteni, mert igen, tudom, hogy ez nagyon sokszor provokatív. De hát tulajdonképpen ez is a célja, de nem az, hogy polgárt pukkasszak vele. Tehát nem az lenne az elsődleges cél, hogy felháborodást keltsek, hanem hogy beindítsam az emberekbe azt a gondolkodási vágyat, azt a gondolkodási mechanizmust, amit egyébként sajnos ki kell mondani, az oktatási rendszer nem túl sikeresen ösztönöz. Tehát az oktatási rendszerünk nem azt tanítja, hogy hogyan kell gondolkodni, nem azt tanítja, hogy meg lehet közelíteni más oldalról is. Tehát ugye Mátyás királyról úgy beszélni, hogy ő nem volt igazából egy jó király, hát ez gyakorlatilag szinte már felségárulással ér fel. Én meg ragaszkodom hozzá, hogy nem volt annyira jó uralkodó, mint amennyire őt tartják. És jó, hát tudom, hogy itt te direkt vannak ezek az erős párhuzamok, mondjuk a Szent István meg a Kádár János között, de ha belegondolunk, igazából tehát nem erőltetett a dolog, csak nem így szoktuk megközelíteni. Más kérdés, hogy az egyik egy abszolút pozitív, a másik meg egy most már nem annyira negatív, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, de még mindig a negatív oldalon áll, aztán majd eltelik egy 50-100 év, és akkor talán jobban meg tudjuk ítélni. Ezzel nem azt mondom, hogy Kádárnak nem voltak bűnei, hogy ne lettek volna, csak ugye a mozgásteret is értékelni, meg érzékelni kell közben. Hát igen, ugye, hogyha most mondjuk a mi generációnktól megkérdezik, akkor Mátyás királyra így köpjük, hogy az igazságos Mátyás, ugye? Miközben az adókivető Mátyásról is beszélhetnénk, aki ugye az ő idejében rendkívüli adót vetett ki a népre. Úgyhogy ez így finomodik folyamatosan, de még én azért visszatérnék a te módszeredre, hogy mondtad, hogy nagyjából ugyanígy telik egy óra, mint ahogyan mi a videókon láthatjuk, hogy amióta te alkalmazod ezt a technikát, mérhető az valamilyen módon, hogy sikeresebb vagy pedagógusként mondjuk a jegyekben, az érettségizők felkészültségében, vagy bármilyen módon. Te tapasztalsz ilyet? Hogy az új eszköz, az új módszer, az új nézőpont az hoz a konyhára? Két dolog miatt nem tudok ilyen mérési adatokat mondani, sőt három. Az egyik az, hogy én azt hiszem, hogy már a kezdetektől fogva ezt így csináltam. Tehát én igyekeztem mindig így átadni a történelmet, tehát nem csak a száraz részét. Én soha az életemben nem írattam olyan dolgozatot, hogy évszám, meg adat, meg ilyesmi, illetve de büntető dolgozatot írattam, megszólalt a telefon, már nem tudom, harmadszor az órán, akkor egy ilyen gyors röppentyűt elszáll, vagy azt megkapták a diákok, de ennek is már régen, tehát jó pár éve nem csinálom. Ez az egyik dolog, tehát már kezdetektől fogva ezt alkalmaztam. A másik dolog az, hogy nem egy helyen tanítok, vagy nem egy helyen tanítottam az elmúlt évek során, hanem több iskolában, több iskolatípusban, és nagyon nehezen összehasonlítható mondjuk
egy elitnek számító gimnáziumban tanuló diáknak a tudása, a hozzáállása, az otthonról hozott dolgai egy mondjuk szakiskolásával gyakorlatilag összehasonlíthatatlan. Most De te elég nagy szakiskolában, szakgimnáziumban tanítasz. Szakiskolában és technikumban, igen, tehát ez a most bocsánat, hogy a tapasztaltabbaknak mondom, tehát nem azt mondom, hogy öregek, hanem tapasztaltabbaknak mondom, tehát a szakközép meg a szakmunkás képző. Tehát így hívták régebben, aztán volt szakgimnázium, tehát mindenféle néven futott, most technikum és szakképzés néven fut, de igen, nekik tanítok jelen pillanatban, és nagyon-nagyon nem összehasonlítható. Tehát az a háztartás, ahol konkrétan nulla darab könyv található, mondjuk egy olyan diákkal, akinek a szülei diplomások, teljesen mást hoznak. Mondjuk az egyik a széles körű tájékozottságot hozza, a másik meg a funkcionális analfabetizmust. Nem értenek magyarul a diákok többsége. És van egy harmadik dolog, ami miatt nehezen lehetne egy ilyen mérést felállítani, az az állandó színvonalcsökkenés, ami sajnos bármelyik kollégámat megkérdeznétek, ugyanezt mondanák, hogy amit 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt írattunk dolgozatot, azt most nem lehet megíratni, illetve meg lehet, csak nagyjából mindenkinek egyes lenne. De hát És ez borzasztóan szomorú helyzet, ez így van, gondolom. sajnos. Ez valóban nagyon szomorú, és nagyon-nagyon küzdünk ellene. Egyre kevesebbet és kevesebbet tudunk megtanítani, mert lassabban tudják befogadni a gyerekek, mert egyre szűkül a szókincs, egyre szűkül az a tudás, amit hoznak magukkal. Mondok egy-két példát ugye a közelmúltból, tehát az elmúlt hetekből. Mondjuk 60 gyerekből egy sem tudja megmondani, hogy mit jelent az, hogy üdvözülni. Ez nem egy annyira bonyolult kifejezés szerintem, tehát az üdvözülés, ez mit jelent, ezt nem tudta senki megmondani. Azt, hogy mit jelent az, hogy karaván, nem tudta megmondani 60-ból egy sem. És még nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, hogy milyen mélységekben vannak bizonyos csoportok, bizonyos diákok. Természetesen nem mindenki. Tehát vannak, akik ugyanazt az információ mennyiséget hozzák, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt akár mi, vagy 30 évvel ezelőtt mi, de egyre kevesebben. A más kérdés, hogy velük továbbra is lehet villogni, tehát továbbra is lesznek olyanok, akik eljutnak bizonyos szintekig, de ott is csökkent. Tehát, hogyha egyetemi tanárral beszélgetnétek, ő is azt mondaná, hogy drasztikusan csökken a színvonal, a diákoknak a tudása, sajnos. Szoktam így magammal beszélgetni, mint címzetes egyetemi tanárral, aki órákat szoktam adni, meg néha államvizsga bizottságból részt veszek. Hát amit történik, ami zajlik, az rémségesen tragikus, tehát nem csak középszinten, hanem ennél magasabb szinten is. Nem akarok lovagolni a témán, de én nem állom meg, hogy még vissza ne kanyarodjak oda, hogy még nem kopintottak az orrodra esetenként a rendhagyó ismeretterjesztő előadásaid miatt. Most a közelmúltban az 1848-49-es forradalmi szabadságharcról szóló epizódodat hallgattam meg, ahol hát Kossuth Lajosnak rendesen beolvastál, és Görgeit egy egészen más kontextusba helyezted, mint amit eddig tudtak róla, vagy a nemzetiségek szerepén levezetted azt, hogy talán a Trianont is könnyebb lenne megérteni, ha tudnánk, hogy mi hogyan vettünk részt tevőlegesen a nemzetiségek elnyomásában. Ezek mind teljesen igazak, és azonosulni lehet vele, de azért biztos, hogy van, akiket ez kellőképpen idegesít. Hát direktben még megkeresést nem kaptam, de az, hogy folyamatosan gáncsolják a karrieremet, az elég visszajelzés arra vonatkozólag, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Gondolkodtam is ezen én nagyon sokat régebben. Sajnos egy olyan génállományt örököltem, amelyiknek szüksége az, hogy kimondja az igazságot. Ez a nyakas kálomista hozzáállás, hogy just se fogok térdet hajtani. Ez tehát így karrier szempontjából nagyon-nagyon káros, és nagyon nem előremutató ez tény, de ugyanakkor bele tudok nézni a tükörbe.
És ez, meg bele tudok nézni a gyerekeim szemébe. És Ja. ezek valahol fontosabb dolgok szerintem, mint az hogy sok mindent elérjek. Nekem legalábbis, másoknak meg kevésbé. Az is feltűnt Az nekem, hogy üdvözülés, ugye? Most visszatérünk oda, hogy az üdvösség kérdése. Igen. az is feltűnt nekem, hogy rengetegszer hivatkozol a könyvekben lévő pontatlanságra, elírásra, hibára, következetlenségre. Tehát most legutoljára például, hogy miért nem szerepelnek mondjuk az aradi főtisztek a középiskolás tankönyvben név szerint, ha már éppen mondjuk október 6-áról Igen. van szó. Valóban annyira problémások ezek a tankönyvek? Vagy nem szóltak még sohasem, hogy te, Gábor, nincs kedved lektorálni valamit, vagy ebben szerepet vállalni? Nem szóltak, és nem annyira problémásak a tankönyvek, ha az ember szereti a pontatlanságot, akkor semmi gond nincsen velük. Értem, értem. Jó. De én Na. eléggé összehasogató ember vagyok, és szeretek ragaszkodni a tényekhez, meg a logikát is szeretem. És amikor olyan dolgot találok, akkor nagyon nehéz visszafogni a számot, nyelvemet. Bármilyen furcsán hangzik, jó pár olyan videó felvételt szakítottam meg, amikor olyat mondtam, amikor azt, hát ezt azért talán mégsem kellene. Tehát ez már az öncenzúrázott változat, bármennyire durva is ez a kijelentés. Igen, sok benne a pontatlanság, nem túl nagy dolgok, tehát nem nagy pontatlanságok, csak ilyen apró, zavaró dolgok, de ezek engem zavarnak, és hogyha már észreveszem, akkor miért hagynám benne? És nem azért csinálom, vagy nem azért mondom ezt, mert hogy jobbat csináltam már, vagy hogy jobbat tudnék csinálni ennél a történelemkönyvnél, de én ezt jobbító szándékkal, tehát nem elsősorban gonoszsággal kezelem, hanem mondjuk ilyen konstruktív kritikaként. Igen, nem mindig így sül el, ez tény. Jó, hát azt azért tegyük hozzá, hogy a kritika, azt gondolom, hogy téged, tehát hogy te kritikát fogalmaz meg, megillet, hiszen te ezt, amiről mi most beszélgettünk az elmúlt 25 percben, ezt a saját elhatározásodból, saját szabadidődből, saját belátásodból teszed, és tulajdonképpen egy olyan tudásmegosztást csinálsz, amiért te se pénzt nem kapsz, se nem kértek föl, hanem te a saját elhatározásodból teszed ezt. Igen. Erre szokták mondani, hogy oké, csináljátok utánam, és akkor lehet arról beszélgetni, hogy akkor a hibákat hogyan kell javítani. Úgyhogy... Hát ellentétben a tankönyvvel az én anyagom nem kötelező. Tehát Igen. ez szelektív, tehát hogyha valakinek nem tetszik a stílus, nyilván nagyon sokan vannak olyanok, 5 perc után, vagy 2 perc után, akkor azt mondja, hogy ez nekem nem kell, unalmas, ott ül egy könyves polc előtt, és beszél, hát erre nekem nincsen szükségem. Ez a választás szabadsága. Nekünk, mármint tanároknak ez a választás szabadsága nincsen meg, mert ebből a könyvből kell tanítani. Tehát ez az a feszítő tényező, amit próbálok egy picit úgy piszkálgatni. Hát, ha egyszer eljut valakihez. Igen. No, egy kicsit térjünk más vizekre, bár túl sok időnk nincsen. Tudjuk, hogy te akkor egy nyakas kálvinista vagy, aki megmondod az igazságot. Hát igyekszem. Zenélgetsz is. Ugye tudjuk, hogy a feleséged Edina zenél, de ezek szerint te is zenélsz, mert láttam, hogy gitározol. Szóval Hát van egy ilyen kis zenei a kilépés zenét is. is. Tehát ez a gitározás, ez úgy jött, hogy van hittantanári diplomám is, és tanítottam hittant, és a általános iskolásoknak, tehát mondjuk első osztálytól 7. osztályig éveken keresztül, és nekik vittem be dalokat, mert az jó, mert együtt énekelni jó, és ők is nagyon szerették, és így megtanulgattam az akkordokat, kaptam feleségemtől egy gitárt, illetve kettőt is, tehát egy régebbit, meg egy egészen kiváló minőségűt, és hát azóta is szoktunk zenélni, mert nem csak, hogy a feleségem zenél, hanem mindhárom gyerekem zenél, tehát
mondjuk karácsonykor többször vagy elő szoktunk adni dolgokat, mondjuk éppen nálunk a református templomban, vagy éppen a családnak, úgy ez egy nagyon jó dolog. Tehát összehozza a társaságot. Van egy csomó régi ilyen hobbi, régi ilyen szokás, ami már hát gyakorlatilag kipusztult a társadalomból. Az együtt zenélés az ezek közé tartozik. Egyébként az együtt dolgozás is nagyon jó. Kedves nézőink és hallgatóink, Tötös Gáborral beszéltünk, aki bizonyára nagyon sok érdekességet mondott és kedvet csinált ahhoz, hogy akár felnőtt fejjel is újból foglalkozzunk a történelemmel, és megismerjük annak a különleges vonulatait. Köszönjük neked, hogy vállaltad a beszélgetést velünk, Köszönöm, hogy és itt lehettem. köszönjük a Patronus Klubunk tagjainak, a Vitakin Kft-nek, a Szófia Magánklinikának, a Chianti Apartmentsnek, a Targonca Trade-nek, a Ring Autónak, a Bramag BMI Magyarországnak, a Nyugalomnak, az Unilever Algida Veszprémi Jégkrémgyárának, a Nelson Biztosítási Alkusznak és a Royal Kertnek, hogy segítenek bennünket. Kérjük Önöket, hogy hallgassák Tötös Gábor videóit, iratkozzanak föl nála is, meg nálunk is, Igen. és így együtt talán minél több hallgatóhoz, nézőhöz juttathatunk el érdekes anyagokat. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönjük, Gábor. Köszönöm. Szia! Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken. Jó, Gábor, szerintem nagyon jó lett, nagyon, nagyon klassz lett. Ez egy poloska támadást indít el, de majd...